Atya megkíszál, hogy az elkészítem. A neve béke. Az én lábam világ, hogy az emberek nem tartják be a békét. Lábja kiszápolni kezdett, hogy végül kialudt. A második értő is rávezett. A nevem hit. Az emberek nem akarnak tudomást szeretni semmiről, úgyhogy hiába világítottak én is. És a gyertya lányok. A harmadik gyertya szomorú és szemesen rákészült. Az én nevem szeretet, hát nincs értelme, hogy világot csak az emberek félre voltam és felfelejtettem. És a lányok is szeretett. Egy kisfiú belépett a szobába, ránézett a gyertyákra és úgy nektek élni kell, és majdnem sem. És ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is. Ne félj, ameddig én égek, addig mindig van remény. A nevem remény. És a kisfiú megnyugtottan a három kialudt egy hónapot. Remény lányának soha nem szabad kialudnia, és így a négy lányot a végén, a végén, a szeretetét őrizni kell. Utolsó műsorszámunk az éjszak, amelyben szintén alkalmi a tanárok is kamerák elé, és azután én vezényelem, mégpedig egy Mozart névvel, Mozart Amadeus. Thank you.
van ifjújának, van egy Anitának, Enrödi Vajdakának, Ház Csillának, van ismét Farkas Annának, Horti Ágnesnek, Temeka Ilkónak, Mézes Gyüngyének, Perger Gyüngyének, Védei Erzsébetnek, Szétlő Ágnesnak és Nina Gyereznek. És külön köszönetet szeretnék mondani Erdély Takács István lelkipásztorúnak, hogy megengedte, hogy itt lakhassuk ezt a gyönyörűt tanulásunk. A négy gyertyú történetével és az abban megfogalmazottakkal kívánunk az iskola valamennyi tanára, pedagógusa, dolgozója és tanulója nevében valamennyiüknek áldott békés karácsony és békés boldog 2017-es évben viszontlátásra.